Szent Apámmal részésében nekem is. Buzgó kérjük, hogy egyszerű kérdéseket készségre szívvel adjunk, és legyen a helyen kíros, és magunkat hazudjunk. A németvárosi Szent József templomban Kis Miklós káplán által bemutatott szentmisével kezdődött a vasárnapi megemlékezés, melyet a Málenki robotra elhurcolás 71. évfordulóján tartottak. Második alkalommal emlékezhetünk a gyulai németek elhurcolására a mögöttem látható emlékműnél. Immár második alkalommal emlékezhetünk az aportéri emlékműnél, hangsúlyozta beszédében Görgényi Ernő polgármester. Ez az emléktöredékekkel átszőtt kő végül egy erekje tartóvá áll össze. Egy orosz bányából hazamentett bányászlámpát őriz szíveként, a fény forrását jelképezve a sötétséggel szemben. Úgy gondolom, e szobor esetében éppen ez a fény a kulcsszimbólum. A fény, amely jelentés szintjén egyszerre lehet a remény, a hit, a béke, vagy akár az önbecsülés is. Mint ismert, 71 évvel ezelőtt 53 vagonban 1600, többségében német származású embert, köztük több mint 500 gyulai férfit és nőt szállítottak kényszermunkára a Szovjetunióba. Közülük sokan nem tértek haza, ma pedig már csak alig néhányan őrzik az egykor történtek emlékét. Én mindig mondom, hogyha nekem nem kellett volna ott semmi más csinálni, csak ott ülni, és kaptam volna jobban élelmet, meg mindent, és végignézni azt, amit a többiekkel, amit azok a többiek ott körülöttem csináltak, hát én abba is talán kikészültem volna, mert az olyan borzalmas volt azok a dolgok, amik ott történtek. A program az egykori gyűjtőhelyen ért véget.